Jó napot kívánok! Köszöntjük Önöket az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Elsőként kérem, hallgassák meg Kis Róbert rendőr alezredes urat, az Operatív Törzs ügyeleti központ vezető helyettesét. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket! Mielőtt rátérnénk a mai tájékoztató anyagára, egy valótlan tartalmú híre szeretném ráirányítani a figyelmet. A ma megjelent sajtóhírekkel ellentétben a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket nem hosszabbította meg Magyarország kormánya. Azok a korábbiakban már bejelentett szerint december 11-éig maradnak hatályban, addig alkalmazandóak. A kormány a veszélyhelyzetet hosszabbította meg az országgyűlés döntése alapján február 8. napjáig. Most nézzük a rendőri intézkedések adatait. Az elmúlt 24 órában is ellenőriztük a maszkviselési kötelezettség betartását a közterületen, a tömegközlekedési eszközön, a tömegközlekedési eszközök várakozóhelyein, a kereskedelmi üzletekben, illetve a bevásárlóközpontok területén. Ellenőriztük a kijárási tilalmat, a közterületi magatartási szabályok betartását, valamint a rendezvényekre, illetve a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések rendelkezéseit. Az elmúlt napon összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 432 személlyel szemben intézkedtek rendőreink. 330 személlyel szemben intézkedtünk, mert a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendeletben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget a közterületen, illetve a meghatározott nyilvános helyeken. 111 személlyel szemben figyelmeztetést, 152 személy részére helyszíni bírságot szabtunk ki, míg 67 személlyel szemben tettünk szabálysértési feljelentést. Az elmúlt 24 órában a tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszköz várakozó helyein 48 személlyel szemben, míg a kereskedelmi üzletekben és a bevásárlóközpontok területén mindösszesen 54 személlyel szemben intézkedtek rendőreink maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, mert a személy nem vagy nem megfelelően viselte a maszkot. A rendőrintézkedéseik adatait elemezve, illetve értékelve megállapítható mind a közterületi, mind a kereskedelmi üzletek, a tömegközlekedési eszközök, a várakozóhelyek, illetve a bevásárlóközpontok területén több rendőrintézkedés kellett kezdeményeznünk az előző naphoz képest. Megállapítható, hogy több volt a maszkviselési kötelezettség elmulasztása is. A vendéglátó üzletekben a maszkviselési kötelezettség betartásának ellenőrzése mellett természetesen ellenőriztük az üzletek korlátozott nyitvatartására, valamint az egyes létesítmények, szolgáltatási helyek nyitvatartás tilalmára vonatkozó szabályoknak a betartását. Az elmúlt 24 órában rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként 8 esetben döntöttek vendéglátóhely, illetve szolgáltatási hely ideiglenes bezárása mellett. A hatályba lépés óta összesen 54 üzlet létesítmény, illetve szolgáltatási hely bezárásáról döntöttünk. A Fejér megyei rendőrkapitányság munkatársai visszatérő ellenőrzés keretében ismételten ellenőrizték a korábban már egy alkalommal közigazgatási hatósági intézkedésként 3 napra bezáratott edzőtermet, ahol a korábban a jogszabályi tiltás ellenére 13 személy tartózkodott és ott testedzést végzett. A tegnapi napon az ellenőrzés során szintén az edzőtermet nyitott állapotban találták, ott 14 személy találtak, aki szintén testedzést végzett. A jelenlévő 14 személyből kizáró 2 személy tudta igazolni, hogy versenyszerű egyéni sportolást végez, így 12 személlyel szemben szabálysértési feljelentést tettünk, és közigazgatási hatóság intézkedésként az edzőtermet 30 napra bezárattuk. Budapesten a tegnapi napon közigazgatási hatóság intézkedésén összesen 6 üzlet bezárásáról döntöttek a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai. A fővárosban a budapesti rendőrfőkapitányság rendőre intézkedtek a 14. kerületben egy hamburgerezőben, ahol a vendéglátó helyen tartózkodó 2 alkalmazott nem viselte a maszkot, valamint szintén a 14. kerületben egy pékségben, ahol szintén maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 1 alkalmazottat részesítettek szabálysértési szankcióban. A hamburgerező 30 napos, még a pékség 7 napos bezárásáról döntöttek munkatársaink. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság munkatársai ellenőrizték a Berzence településen lévő egyik panziót, ahol azt tapasztalták, hogy az ott tartózkodó vendég nem viseli a maszkot, nem is rendelkezett egyáltalán ezzel a védelmi eszközzel, és a jelenlévő tulajdonos nem kötelezte a maszkviselési kötelezettségnek a betartására, így rendőreink közigazgatási hatóság intézkedésként a panzió 60 napos bezárásáról döntöttek.
Most tegyünk említést a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok ellenőrzéséről. Ellenőriztük tehát a kijárási tilalmat, illetve a közterületen a gyülekezés, illetve a csoportosulás tilalmára vonatkozó szabályok betartását. Az elmúlt 24 órában összesen 309 személye szemben intézkedtünk, ez a tegnapi naphoz képest egy 14%-kal kevesebb számot mutat. 306 személye szemben intézkedtünk, mert ténylegesen megszegte a kijárási tilalomra vonatkozó korlátozást, ebből 11 személy volt az, aki kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt szegte meg. A november 4-i kijárási korlátozás, valamint a november 10-én 24 órától elrendelt kijárási tilalom ellenőrzése óta mindösszesen 3747 személlyel szemben intézkedtünk kijárási tilalom, illetve kijárási korlátozással kapcsolatos magatartás szegés miatt. Az elmúlt 24 órában is ellenőriztük a Magyarországra személyforgalomba történő tranzitálási szabályoknak a betartását. A koridorokon a tegnapi napon 43 rendőri intézkedést hajtottunk végre, mert a személyek megszegték a tranzitálási szabályokat. A beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet szeptember 1-i hatályba lépése óta 6034 rendőri intézkedést hajtottunk végre tranzitálási szabályok megszegése miatt. És akkor a végére a hatósági házi karantén adataink. Az elmúlt 24 órában 14733 helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre. A tegnapi napon az elrendelt hatósági házi karanténok száma 6432, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 35804. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazásra regisztrált felhasználóink száma mai napon 3541. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, alezredes úr. Most kérem, hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tiszti főorvos asszony tájékoztatását. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A járvány rendkívüli mértékben dinamikusan emelkedik továbbra is egész Európában. Látjuk a fertőzöttségi és a halálozási adatokat, nap mint nap emelkedő tendenciát mutatnak, sajnos intenzív terjedésnek vagyunk még tanúi. Az elmúlt 24 órában 4290 fővel emelkedett a beazonosított pozitív személyeknek a száma. Ezzel mindösszesen 156.949 főt azonosítottunk Magyarországon, akik pozitívnak bizonyultak a járvány kezdete óta. Egyre nő a kórházban ápoltak száma is. A mai napon 7.499 főt ápolnak kórházainkban koronavírusos megbetegedés miatt. Közülük 581-en lélegeztetőgépen vannak. Ezek az emelkedő számok kellően kell, hogy tudatosuljanak bennünk ahhoz, hogy továbbra is fegyelmezetten betartsuk a higiénés szabályokat. Településeinknek már 88%-a érintett, ahol igazolt koronavírusos fertőző személyt azonosítottak laboratóriumaink. Természetesen ezek után, hiszen nem régen még kisebb adatokról számoltunk be, de a 88%-ot követően már azt hiszem, hogy senkiben nem lehet kétség afelől, hogy a nem azonosított fertőző beteget is a többi településen is találnánk, és előbb-utóbb találni is fogunk. Nem zárja ki egyetlen egy település sem a pozitív személynek a lehetőségét. Ez a fertőzöttségi mérték, ez most már olyan, hogy azt hiszem, hogy mindenki számára bizonyítékul szolgál annak igazolására, hogy gyakorlatilag bármelyikünk lehet fertőzött és fertőző személy egyaránt. Ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy a járványgörbét laposítsuk, a fertőző betegek számát mérsékeljük, és ezzel az egészségügyi ellátórendszernek a terhelését is folyamatosan megpróbáljuk csökkenteni. A térképről jól látható, hogy
a fertőzöttség eloszlását tekintve, Magyarország területét nézve, a járvány kezdete óta az adatokat mind összesítve, Budapest főváros és Pest megyén túl elsősorban a nyugati országrész érintett, a nyugati megyékben találunk jelentős mértékű fertőzöttséget. Így már korábban is említettem, hogy Győr-Sopron megye rendkívüli mértékben érintett, de ezt elmondhatjuk Vas megyéről is. Sajnos azzal kell számolnunk, hogy a járvány dinamikájának megfelelően az egyre több megbetegedés, egyre több fertőzött szemét generál, hogyha nem tartjuk be az óvintézkedéseket, és a beteg személy, tüneteket mutató személy nem marad otthon, illetve nem tartja be a karantén szabályokat. A 46. hétnek az adatait, ha elemezzük, erre a területi eloszlásra fókuszálva elsősorban, akkor azt is láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy az összes fertőzötti létszám jellemzően a nyugati megyékben, Győr-Moson-Sopron megyében és Vas megyében jelentősen elhelyezkedik, ennek ellenére, hogyha a 45. héthez viszonyítjuk a 46. hetet, akkor a járvány dinamikáját úgy látjuk, hogy földrajzi tekintetben a 46. héten Heves megyében rendkívül intenzíven, több mint 90%-kal nőtt a fertőzöttek száma a 45. héthez képest. Ennek ellenére ott még mindig kevesebb a fertőzött, mint a nyugati ország részben. Vas megyében 74%-kal nőtt az egyik hétről a másik hétre történő fertőzött eseteknek az emelkedése, míg Nógrádban 55%-kal nőtt az előző héthez képest. Somogy megyében mondhatjuk azt, hogy nagyjából stagnál a két héten egymáshoz képest azonosított fertőzöttek száma, míg Fejér megyében 32%-kal, Zala megyében pedig 30%-kal kevesebb fertőzöttet mutattunk ki a 46. héten a 45-hez képest. A napi pozitív eseteket elemezve a 46. héten naponta 3906 és 6497 között változott a napi pozitív esetek száma naponta, hogyha 46. hetet elemezzük. November 15-én diagnosztizálták a legtöbb új fertőzött szemét, 6497 esetet. Az heti adatokat összességében tekintve a 45. héten diagnosztizált 32.003 fővel szemben a 46. héten 32.684 főt regisztráltunk. Tehát 681 fő a különbség a két hét között. Ennyivel nőtt egy hét alatt a pozitív személyeknek a száma. Az életkor szerinti megoszlásban jelentős különbség nem mutatkozott a két hét alatt. Elmondhatjuk azt, hogy a 40-49 éves korosztály a legérintettebb, az összes fertőzöttnek körülbelül megközelítőleg a negyede ebbe a korosztályba tartozik. A 65 éven felettiek aránya 15%-nyi, ebből a 80 éven felüliek aránya mintegy 5%-os reprezentációt ad. A 14 éven alattiaknak a százalékos aránya 4% körül van. Tulajdonképpen ugyanezt a jellemzőt mutatja az az adatsor is, amely a
az egyes korcsoportokra 100 000 lakosra vetített arányt mutatja, tehát jellemzően nagy különbség a százalékos megoszláshoz képest nincsen. Azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a 45. héten 100 000 lakosra 1174 fő pozitív személy esett, míg a 46. héten 1509 fő esik, 100 000 lakosra vetítve Magyarországon. A nemek közti arány picit változott, most a 46. héten 54%-ban reprezentálták magukat a nők, míg 46%-ban voltak érintettek a férfiak. Egy mondatot engedjenek meg az Európai Antibiotikum Nap kapcsán. A járvány rávilágítja, ráirányítja a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos a megelőzésen túl az, hogy gyógyszeres kezelés, megfelelő terápia álljon rendelkezésre egy-egy betegség kapcsán, és gyógyítani tudjanak minket, hogyha szükségünk van rá. Az antibiotikumok egy rendkívüli találmány a világnak, egy nagyon nagy fegyver, óriási lehetőség, de hogyha ezekkel nem élünk, hanem visszaélünk, akkor bizony nagyon sok esetben ellenálló baktériumokat termelünk mi magunk ki, amelyek már hatástalanok, az antibiotikumaink hatástalanokká válnak egy-egy bakteriális megbetegedés kapcsán. Ekkor alakulhatnak ki olyan multirezisztens vagy pánrezisztens kórokozók, amelyekre már nem hatnak az antibiotikumok. Itt is koronavírusos megbetegedés esetén természetesen az antibiotikumok hatástalanok. Ezért mindenkinek a figyelmébe ajánljuk azt, hogy kizárólag orvosi javallatra megfelelő indikáció esetén csakis orvos által rendelten olyan hosszan és olyan mértékben szedjen antibiotikumot. Amennyiben már nincs szükség rá, meggyógyult valaki, akkor azt a gyógyszert már ki kell dobni, nem szabad a láda fiában őrizni, és egy következő megbetegedés esetén saját magunktól elkezdeni szedni, hiszen ezzel nagyon sokat ártunk, és mi magunk tesszük ezeket a fegyvereket sajnos hatástalanná. Köszönöm szépen a figyelmüket!